mai nap folyamán előadások lesznek. Én azt kérem mindenkitől, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati részen teljes melszélességben képviselje azt a szakterületet, azt a részt, amit adott esetben település védelmi érdekében végre kell hajtani. Érdemes újra és újra átfogalmazni a dolgokat, a feladatsorokat. Nagyon jó, hogy minden társzerv elmondja, hogy milyen képességekkel rendelkezik körülbelül, mi az az időben intervallum, ami alatt oda tud érni a tett helyre, és be tud avatkozni, és tudja tenni a feladatát. Ami a törzsre hárul feladat, azok leginkább, amiről itt is ugye a gyakorlat során szó volt, a lakosság tájékoztatásnak a megszervezés és a hitése végrehajtása, hogy folyamatos, hiteles információhoz jussanak a lakosok, és ne terjedjenek ilyen rémhírek. Ezért fontos, még ha túl sok információt nem is tudnak adni, de ha csak megerősítik, hogy folyamatban akár felszámolás nincsen ki, közvetlenül életveszélyben, nem tudom én, nem sérült meg senki, vagy két ember megsérült, de ellátása megtörtént. Tehát, hogy érezze a lakosság, hogy a helyzet urai vagyunk. Mi volt a célja a mai gyakorlatnak? Milyen tapasztalatokat szerzett a csapat? A tavalyi évhez hasonlóan ugye megismételtük a külső védelmi terv gyakorlatot, ami ugye ahhoz szükséges, hogyha esetleg probléma merülne fel a Chemical Seed Kft. Telephelyén, akkor mi időben és gyorsan tudjunk reagálni az adott problémára. Ott sikerült a gyakorlat. Milyen volt a csapat? Hiszen nem minden nap találkoznak, legalábbis ebben a mezben. Szerintem nagyon jó hangulatban és nagyon termékenyen telt, hiszen sok ötlettel és sok hozzászólással sikerült megfeleltre teljesíteni ezt a gyakorlatot. Nem egyszerű ez az egész, csak arra kell gondolni, hogy éveken át készülünk egy olyan eseményre, reméljük, hogy benne fog bekövetkezni. De akkor is bizonyos lépések hasonlóan alakulnak ugye az adott a cégnek a veszélyeztetési tevékenységére vonatkozóan, és ezek a lépések ugye szükségesek azok, hogy mindig felidézésre kerüljenek, tehát ezért szükséges, hogy minden évben meg legyen ismételve ez a gyakorlat, hogy kicsit rögzüljenek, és tudjunk mihez nyúlni, és ne ijedjünk meg adott esetben.